A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Sajtótájékoztató keretében ismertették a Jancsár piac jövőjéről szóló terveket, amelyek szerint egy új Ecofamily áruház mellett megújul a termelői és biopiac. Nézzük meg együtt. Ez egy nagyon fontos nap, nem csak a piac szempontjából, hanem talán túlzás nélkül mondom, hogy talán Székesfehérvár életében is, Egy olyan esemény, ami egy kicsit hozzá tud járulni ahhoz, hogy tényleg a legszeretettebb, legélhetőbb város legyen Székesfehérvár. Tehát a mai nap egy olyan sajtótájékoztató lesz, egy olyan sajtótájékoztatóra kerül sor, amely egy beruházást indít el. A beruházás pedig egy nagyon jelentős összegű és egy kereskedelmi szempontból egy nagyon komoly jelentőségű esemény lesz Székesfehérvár életében. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden meghívott vendégünket, Varga Tamás urat, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, miniszterhelyettes urat, dr. Cserpalkovics András urat, Székesfehérvár polgármesterét, Szabó Bakos Györgyné úrnőt, a területi képviselőjét Székesfehérvári önkormányzatnak, valamint a beruházó cég, magyar cég képviselőjét, Oláh Norbert urat, az Ecofamily áruházak ingatlan gazdálkodási vezetőjét, illetve Hegedű Zitát, a cég képviselőjét. És felkérem Oláh Norbert urat, hogy elsőként, mint házigazdaként szóljon néhány szót. Ez a nap, ez duplán is jelentős nekem, mert Erzsébet névnap van, édesanyám Erzsébet, úgyhogy majd megyünk haza az ebédhez, a húsleveshez, és megköszöntöm édesanyámat. Az Ecofamily üzleteket működtető Napcsillag Kft. Több éve tulajdonosa ennek a teleknek, és egy 100% magyar tulajdonú cégről beszélünk, két testvér tulajdonolja a vállalkozásunkat, és jelenleg az országban 57 Ecofamily üzletet működtetünk, köztük a megyében 3 egységgel büszkélkedünk, és bízom benne, hogy mindannyian ismerik a székesfehérvári másik boltunkat, a Zón bevásárló parkban a metró mellett, és ezzel a beruházással, ami közel 1 milliárdos értéket fog képviselni, terveink szerint egy hosszú előkészítő munka után december elején az első kapavágás megkezdődik, és több magyar vállalkozónak biztosítva a munkalehetőséget, és az a célunk a beruházással, hogy a termelői piac, ez a csarnok méltó módon kerüljön felújításra, és az építkezésnek a 70-80%-os időtartam alatt a jelenleg a csarnok mögött található épületben ideiglenesen elhelyezésre tudjon kerülni, hogy megőrizzük ezt a szombati forgalmat és az egész cég piacnak a lelkületét és a lelkesedését, amivel itt találkozunk. Ez mindenképpen célunk. Az épület elé pedig egy Ecofamily üzletet kívánunk még megépíteni, így a városban 2 üzlettel fogunk büszkélkedni. További bérlőknek a behozatala is célunk, akik nem csak hétvégi vagy hétköznapi jelleggel, hanem tartósan fognak majd szerepelni a csarnokban. Látványpékségről gondoskodunk például. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy tényleg hosszas előkészítés után egy körülbelül 2 hét múlva itt a munkagépeket fogjuk már látni, és nagyon köszönöm a város képviselőinek és mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy támogat bennünket. Eddig is támogatott, és a jövőben is fog. Úgyhogy köszönöm szépen, és további kellemes napot mindenkinek. Jó reggelt kívánok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elhangzott már, hogy milyen jelentős nap ez a mai. Jelentős a városunk Székesfehérvár életében, jelentős nap a székesfehérváriaknak. És jelentős az én személyes életemben is, mert én egy nagy piacrajongó vagyok, és nagy rajongója vagyok ennek a piacnak, és én nagyon szívesen és örömmel jövök, és sétálok, és válogatok. Ma is szándékosan korábban érkeztem, mert feladatot is kaptam a feleségemtől, hogy vegyek krumplit és zöldségeket, jelentsen ez bármit. Én megvettem mindent, ami
ami tetszett, és azt gondoltam, és otthon már láttam, hogy ilyeneket szoktunk venni, de nem tudtam ellenállni a mákos rétesnek, és a vadkovászos kenyérnek sem, és nagyszerű savanyúságok is vannak, sajtok, és karácsonyra készülve karácsonyi díszítések, mindenféle. Azt hiszem, hogy aki ide kilátogat, mindent megtalál. Köszönjük szépen az Eco Family-nek és a tulajdonosoknak és minden munkatársának, hogy vállalta azt, hogy ezt a piacot újjáépíti, és lesz egy gyönyörű piacunk az ígéretek szerint jövő nyár végén. Talán már az új piacon találkozhatunk. Én bizakodó vagyok, és minden segítséget, mint országgyűlési képviselő, természetesen, hogy eddig is, Gyuri, számíthatsz rám, segítünk mindenben. Köszönjük szépen mindenkinek, és hajrá, Jancsárkert! Én is nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Sok minden elhangzott már, úgyhogy én alapvetően két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Egyrészt megköszönve ezt a beruházást, jelezve, hogy egy magyar tulajdonú céghálózat itt Székesfehérváron egy milliárdos fejlesztést indít el, önerőből, saját tőkéből, saját beruházásként. Ezt azt gondolom, hogy különösen ebben a mostani helyzetben egy nagyon-nagyon jelentős döntés. Tudjuk, hogy az előkészítő munka egy ilyen beruházásnál soha nem egyszerű. Úgyhogy amikor beszéltünk arról, hogy ez elindul, akkor még szerintem mindenki reménykedett abban, hogy elérjük a mai napot, hogy el is kezdődjön. Most pedig már nyilván majd abba fogunk reménykedni közösen, hogy határidőben be is fejeződjön, de ez egy nagyon jelentős beruházás, azért is, mert az egész környezetet megújítja, hiszen megújul maga a Jancsárkert, mint piac, egy új épület együttes is létrejönnek parkolók elől hátul, és egy parkosítással az egész környezet egyfajta rendezettséget kap, és azt hiszem, hogy tényleg méltó lesz ehhez a városhoz, de méltó lesz azokhoz a kereskedőkhöz is, akik itt már hosszú évek óta szép hagyományt teremtettek, ez a Jancsárkert. És a másik dolog pont az, amit hangsúlyozni szeretnék, Gyurival beszéltünk néhány hete pont arról, hogy legyen egy ilyen sajtóesemény, ne csak azt lássák az emberek, hogy megjelennek a munkagépek, hanem egyrészt tudják, hogy ez mit jelent, másodszorban pedig, hogy a Jancsárkert működni fog. És ezt kérem, hogy tolmácsoljuk a vevők irányába, hogy ahogy ki is hangsúlyozták, itt hátul mögöttünk lesz egy ideiglenes piac lehetőség, a Jancsárkert működése tehát garantált és biztosított az idő nagy részébe. Mi egy dologgal tudjuk segíteni a beruházást, hogyha minél többen eljövünk és vásárolunk. Úgyhogy ezt kívánom a kereskedőknek, a vendégeknek, friss, jó minőségű árut, amit a Jancsárkerten megszoktuk. És azért is tesszük ezt, mert nagyon-nagyon fenntartható az a modell, amit kialakult. Hiszen régen is a várost annak környezete tartotta el, biztosította az élelmiszert, és valahol ez alakult ki ezen a piacon, és a beruházás is erre a logikára épül, mind a leendő üzlet, mind pedig a Jancsárkert tekintetében. Úgyhogy hajrá, beruházók, még egyszer köszönjük, hogy Fehérvárt választották, és abban bízunk, hogy néhány év múlva, amikor majd visszatekintünk a beruházásra, akkor a tulajdonos, aki ebben most komoly forrást investál, azt fogja megállapítani, hogy megérte. Mert ha ő azt mondja, hogy megérte, akkor ez igaz lesz a kereskedőkre, a vevőkre és a város egészére is. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Balatoni út 10 szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa, a Corbé ingatlan hasznosító Kft. Mintegy 1,5 milliárd forint összegű beruházást indít novemberben. A projekt három fő eleme, új Eco Family áruház építése, a Jancsárkert termelői piac felújítása és a parkoló területének bővítése. Egy újabb fontos lépcső. Hétről hétre itt vagyunk körülnézni a Jancsár piacon, széles választék, termelői áruk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos pillanat ez, hiszen most megújul, megszépül, és egy új lehetőségeket kapnak a gazdák, a vásárlók egyaránt. Schulz György előbb azt mondta, hogy egy évtizedes múltja van már a Jancsárkertnek. Szinte elröppent ez az egy évtized, de azért is, mert ez egy jó hely. Egy olyan természetes, fenntartható környezet, város és környezetek között az élelmiszer tekintetében azt hiszem, hogy példaértékű, ahogy az az együttműködés is, ahogy itt a kereskedők és a vevők együtt is alakították ennek a piacnak a működését. És aztán most a tulajdonos úgy döntött, hogy egy nagy értékű beruházást fog itt megvalósítani. Mellette egy új üzlet fog épülni, de a Jancsárkert megmarad. Megmarad az építkezés után, de megmarad az építkezés közben is.
tehát a Jancsár kert fog működni, nyugodtan jöhetnek azok a vásárlók, akik ebben az évtizedben már megszokták, hogy ez a hely itt van, hogy itt minőséget kapnak elérhető áron, és ez így is lesz a jelenben, a közeljövőben, és aztán bízom benne, hogy a távoli jövőben is. Egy 1 milliárd forint körüli beruházás, ami megvalósult teljes egészében magánforrásokból. A beruházást egy magyar cég valósítja meg, és a hálózat is magyar tulajdonban van. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy érték, és még nagyobb érték lesz, amikor körülbelül 1 év múlva már a beruházás után a megújult környezetet vehetjük igénybe, akár az új üzletközponttal, akár magával a Jancsár kerttel, akár a kis kialakuló parkkal, vagy éppen a parkolókkal. A beruházás célja, hogy a fehérvári vásárlók egy helyen gazdag választékban a hét minden napján kedvező áron juthassanak hozzá magas minőségű csomagolt élelmiszerekhez, háztartási cikkekhez, vegyi, háztartási és édesipari termékekhez, valamint közeli háztáji gazdaságokból származó friss, egészséges zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermékhez, pékáruhoz és füstölt húsokhoz. A fenntartható fejlődés záloga mindenképpen az így az őstermelői piacon is, hogy épül-szépül és továbbra is megtartja azokat az erényeit, amellyel büszkélkedhet. Ez most egy nagyon komoly lépcső. Igen, nagyon-nagyon fontos, amit mondott, hogy ez egy őstermelői piac, és magyar emberek keze vagy által készített termékeket találunk itt, akár kézműves termékeket, akár az ő általuk termelt javakból készült termékeket, székesfehérvári környéki termelők hozzák ide minden hétvégén, szombaton a Jancsár kert piacra az áruikat. Én nagyon nagy rajongója vagyok a piacoknak, ennek a piacnak is, és amikor csak tehetem, megyek egy kört, most sem tudtam ellenállni sem a mákos rétesnek, sem pedig a finom sajtoknak. De be is tudok vásárolni, be is tudunk vásárolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a székesfehérváriaknak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, hogy most az Ecofamily itt a saját üzlete mellett ezt a piacot, amit több mint egy évtizede szeretnek a fehérváriak, újjáépítik. Én bízom benne, hogy néhány hónap építkezési nehézség után elkészül, és akkor újult formában várja majd a fehérváriakat. A beruházás 7777 négyzetméter területet érint, ennek során megépül a 750 négyzetméter alapterületi második székesfehérvári Ecofamily áruház, valamint egy látványpékség 80 négyzetméteren. Megújul a Jancsár kert termelői piaszcsarnok 400 négyzetméteres területe, valamint átépítésre kerülnek a területen lévő parkolók, zöld területek, utak, mind a kényelmes vásárlás szolgálva. A 21. század nagy kihívása, én azt gondolom, hogy az őstermelői piacok, a vegyszermentes áruk egyre inkább teret nyerjenek. Ebben óriási szerepe van itt Székesfehérváron az őstermelői piacnak, Sóz György vezetésével. Az, hogy most önök kapcsolódnak és segítenek, illetve hozzáteszik a maguk rendkívül fajsős elvárásait, azt hiszem, hogy ez egy fontos lépcső. Igen, mindenképpen az. A Ecofamily üzleteknek a választéka egy részét is úgynevezett biotermékek képezik, ahol mindenképpen híve vagyunk a hagyományos termelői módon előállított termékeknek, és az elmúlt éveknek az egyik hozadéka sajnos, hogy egyre több ember küzd mindenféle ugye, laktóz érzékenységgel, vagy egyéb érzékenységgel, úgyhogy ezeket a vásárlókat is mindenképpen szeretnénk kiszolgálni, és mi meggyőződésünk, hogy a termelői piac és az Ecofamily üzletünk egy tökéletes szimbiózisba fog tudni együttműködni jövőre. A Jancsár kert termelői piac 10 év alatt közel 500 alkalommal tartott piaci napot évente mintegy 70 ezer vásárlóval. 2015-ben az elsők között Fejér megye értéktárának tagja lett, és elnyerte az alapítvány a székesfehérvári fogyasztóvédelemért oklevelét is. A jövőben jelentős változás lesz, hogy a felújítást és korszerűsítést követően a piac hétköznaponként is nyitva tart. Addig is a beruházás ideje alatt a termelői piac zavartalanul üzemel szombaton délelőttönként az ingatlanon belül, az építési terület mögötti csarnokban. A mosoly sokat elárul, megerősít, hogy egy olyan álmod valósul meg, ami azt hiszem, hogy minden székesfehérvári számára is egy megerősítés. Teljes mértékben. Ilyenkor látszik, hogy érdemes volt ezt a 10 évet, és a 10 évbe tartozó minden szombati napot, ami ugye egy 500 piacot jelent összességében, szóval érdemes volt így végig dolgozni, végig szervezni. Tényleg a székesfehérvári, a Fejér megyében élő termelők tovább dolgoznak, és
és fejlődnek, és piacról piacra megjelenik valami újdonság, tehát ez egy nagyon életképes kezdeményezés, és egy nagyon nemes kezdeményezés, hogy mégis teret adni a termelőknek, az őstermelőknek, a kézműveseknek, ahhoz, hogy portékájukat tudják értékesíteni, illetve hogy ezáltal a saját családjuknak is egzisztenciát tudjanak teremteni. Tehát igenis nagyon érdemes volt, és új fejezet nyílik. Tehát most pontot teszünk a végére, és akkor nekiindulunk egy újabb korszaknak, nyilván újabb kihívásokkal, újabb megoldásokkal, még korszerűbb megoldásokkal, új termékekkel, mindent a székesfehérvári vásárlók érdekében. A törzsvásárlókat már megkérdeztem, ők nagyon örülnek ennek a döntésnek, ugyanakkor az árusok, az őstermelők miként vélekednek erről? Mindenkiben még bizonytalanság lakozik, hiszen egy jelenleginél egy kicsit szűkebb helyre fogunk költözni, bizonytalannak abban, hogy milyen helyet tudnak találni, de mindig is azt vallom, hogy ez a piac attól jó, hogy nagyon jó lelkűek és jók a vásárlóink, jók az árusok, és hogyha mindenki ilyen jó szívvel és jó szándékkal áll hozzá, hogy mindenkit meg fognak találni, mindenki megtalálja a maga helyét is, és a vásárlóknak sem jelent majd gondot az, hogy a kedvenc termékeiket megtalálják az átmeneti piacon. A beruházással létrejön egy ma még Magyarországon egyedülálló olyan magyar tulajdonú bevásárlóközpont, amely kedvező áron széles termékskálán kínálva a vásárlóknak döntően magyar, egyrészt előre csomagolt háztartási, másrészt friss háztáji termékeket minőségi környezetben, kiváló vásárlási feltételek között. A városrész önkormányzati képviselőjeként én azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos lépcső embereknek, mindenkinek, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy miért is népszerű a Jancsárkerti őstermelői piac. Hát leginkább azért, mert mindig kiváló, fantasztikus árukkal bővelkedik a vásárló, és ez egy fontos lépés. Hát fontos lépés, és azért az az igazság, hogy ez annyira elhanyagolt területe volt ennek a körzetnek, hogy ez megújul, hát ez egy csodálatos dolog lesz, és ráadásul ugye egy maszek cég fogja ezt megoldani, nem önkormányzat, nincs benne állami pénz. A legfontosabb dolog az, amit a cég tulajdonosával is beszéltem, hogy nekik is ez azért fontos, mert az ő üzletpolitikájuknak ez egy szinte kirakata ez a termelői piac, és piacot még nem csak üzletet működtetnek, és ők ezt tényleg nem is annyira a haszonból, hanem azért, hogy itt megfelelő áru a lakosságnak az, ami egyre inkább igény, a bio, az vegyszermentes termékek, a kistermelői kertekből levő termékek, ezek szerintem már szinte máshol nem is nagyon lehet megkapni, úgyhogy nagyon sokan szeretik ezt. Az Ecofamily célja, hogy a magyarországi 58 üzletből álló hálózatán keresztül több mint 1100 munkavállalójával minőségi élelmiszereket, vegyi háztartási papír és édesipari termékeket juttasson el kedvező áron vevőinek. Üzlet és életfilozófiájával példát mutatva és biztonságot adva a környezetünkben élőknek. A fenti elvek alapján határozták el egy második székesfehérvári áruház megépítését, amelyben 20 új munkatársat alkalmaznak. A kivitelező cég az építkezést 2023. októberére tervezi befejezni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.